Bátorító üzenetek minden napra. maiige.hu. Megjelent a legújabb ingyenes kiadványunk, melynek címe Tony Evans, a szavaidban rejlő erő. További információ és megrendelési lehetőség a videó alatti leírásban található. Hogyan bánik Isten az én központúságunkkal? Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Pál Galácia beliekhez írott levele, 5. fejezet 24. vers. Becslések szerint egy ember évente átlagosan körülbelül 9 millió szót mond ki, és ennek több mint a fele egyes szám első személyű névmás. Én, engem, enyém, nekem. Krisztus követése azt jelenti, hogy meghalunk önmagunknak, az önzés viszont nem adja fel harc nélkül. Ezért írja Pál, akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Az önérdek nem fog szépen lefeküdni és meghalni, meg kell ölnünk. Ez pedig mindennapos harc, mert hajlamosak vagyunk a saját érdekeinkhez ragaszkodni halálos szorítással. Jézus ezt mondta tanítványainak. Aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Máté evangélium a 20. fejezet 27. vers. Akkoriban a rabszolga volt a legalacsonyabb sorban lévő a háztartási alkalmazottak között. Ez azt jelenti, arra vagy elhívva, hogy feláldozd a saját érdekeidet annak érdekében, hogy másokat szolgálj. Ha szükséges, Isten valamilyen emlékeztetőt hagy arra, hogy mibe került neki elérni a szívedet a makacság és az önközpontúság bizonyos területein. Jákób például sántított az Istennel való találkozása után, de ez állandó emlékeztető volt az Istentől való teljes függésére. A nagy Pál apostol pedig ezt írja. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, több is adatott a testembe. A sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Pál korintusbeliekhez írott 2. levele, 12. fejezet 7. vers. Mi a te tövised? Egy rossz szokás, ami ellen küzdesz? A félelem, mely állandóan üldöz? Egy problémás kapcsolat? Pénzügyi hiány? Fizikai betegség? Miért nem veszi el Isten? Mert ő mindent pozitívumnak tekint, ami abban segít, hogy kevésbé támaszkodj magadra, és jobban függj tőle. Tudtad, hogy óriási erő és hatalom birtokában vagy? A Szavaidban rejlő erő című kiadvány egy győzelmes élet felé irányíthatja egész életedet, ha jól használod. Legújabb 32 oldalas ingyenes kiadványunk már elérhető, Tony Evans, a Szavaidban rejlő erő. Élj a lehetőséggel és rendeld meg a kiadványt a videó alatti leírásban található linken.